Hogy tudták meg János, vagy mi történt? Hát ugye megjött neki ugye a menstruációs ciklusa, és 3 hétig folyamatosan volt neki. És akkor szólt, mondtam neki, hogy orvoshoz kellene akkor ezzel menni, elment, és akkor ott mondták, hogy... Ott azonnal megkapta a diagnózist? Igen. Egyedül volt a Móni, vagy ön is ott volt? Ott voltam vele mindenhol. Ott álltak egy diagnózissal, hogy ményakrák? Mit szólt ön ekkor? Hát, ez nem lehet hozzászólni. Tehát ez olyan érzés, amikor, mintha az ember hátulról nyakon vágnak. Tehát ezzel Isten igazából az ember nem tud hirtelen mit kezdeni. Egy pici gyerekkel? Igen. Akkor ugye orvos műtétje volt, akkor ugye kapott ilyen gyengített kemoterápiát, 4-et, 28 darab sugárkezelésem volt, és akkor el is múlt egy olyan 3,5-4 évig nem volt. Azt hitték, hogy akkor teljesen túl van rajta? Hát ugye mi már akkor ünnepeltünk, hogy... És aztán egyszer csak visszajöttem. De járt kontrollra, és akkor látták a kontrollon, hogy mégse jó. És utána mi történt? Megműtötte ismét. Akkor kapott ugye már erősebb kemoterápiát. János mikor érezte azt, hogy itt lehet, hogy tényleg búcsúzni kell majd? Hát annyi szerencsénk volt, hogy ugye az orvos fölhívott, és mondta, hogy úgy készülünk, hogy legjobb esetben is 2 napja van. És akkor még ugye Jancsikával be tudtunk menni elköszönni tőle. És hát másnap reggel már elment. Mit tudod mondani Jancsinak? Csak annyit tudtam neki mondani, hogy anyukád angyal lett. És ilyenkor nem tud mit csinálni az ember. Ilyenkor áll, elveszti a hitét, elveszti az életkedvét, elveszt mindent. János, hogy mi hajtja abban, vagy mi vezette arra, hogy bekapcsolódjon a Májva Virágnak a munkájába, és hogy másoknak segítsen, amikor ennyire nagy veszteség érte? Nem szeretném, ha más gyerekek így járnának, hogy ne legyen édesanyja. Az nem jó. Minden gyereknek úgy kell felnőni, hogy édesanyja van. Szerintem a hölgyeknek azért ez egy igen komoly figyelmeztetés. Hogy igenis el kell menni szűrővizsgálatokra, igenis menjen el és oltassa be a saját gyerekét, a kislány, és igenis figyeljenek oda erre. Mit tud vigaszként, mert ilyenkor már bátorítást nem is lehet mondani annak, aki hasonló helyzetben van? Ne adja fel soha. Senki ne adja fel. Senki. A férjeknek meg azt üzenem, hogy teljes erőbedobással legyen a feleségük mellett. Mi nők fantasztikusak vagyunk ebbe az ösztönös megérzésekbe. És a 6 hetes kontrollra mentem, akkor ott már volt elváltozás, de még akkor se gondoltuk, mert jártam rendszeresen szűrésekre is, tehát tényleg ki nem hagytam egyet sem. És aztán nem múltak el ezek a tünetek, és akkor nyilván lett szövetmintavétel, CT, és akkor még csak azt mondták, amikor még a szövetminta nem jött meg, hogy ki kell venni a méhemet. Nekem az volt az első ilyen óriási sok. Sírtunk mind a ketten, fogtuk egymás kezét, és mondtam a feleségemnek, hogy együtt fogunk ezen az úton végigmenni, ez nem fog bennünket megtörni, és a végén ugyanazok a mosolygós emberek fogunk maradni. És mi szerencsések vagyunk, hogy itt ülhetünk, és hogy azok maradtunk. A gyerekek akkor még nagyon picik voltak, igaz? Igen, de ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy a kis szenzoraikkal egyébként mindent levesznek. Azt mondtam neki, hogy anyucinak beteg a pocakja, és a doktor bácsi ahhoz, hogy meggyógyítsa, ahhoz nekem most a kórházba be kell mennem, és hogy 14-et kell aludni ahhoz, hogy újra itthon legyek. És gondolkozott, és azt mondta, hogy minden anyuka meggyógyul. Segítségként, aki hasonló helyzetben van, most azt tudnám mondani, hogy a nagyon-nagyon nehéz napok, a nagyon sötét időszak az nem tart örökké. Tehát amikor az ember megijed és benne van, akkor abba kell kapaszkodnia, hogy ez nem lesz mindig így. Próbáltunk minden nap egy pici, apró
dologban megkapaszkodni, ami erőt adott nekünk, és menni szépen folyamatosan ezen az úton. Van két lánya az embernek, úgyhogy egy nőgyógyászati típusú rosszindulatú daganatos betegséget élt át és szenvedett meg. Ilyenkor lányos anyaként ez milyen felelősséget jelent, vagy mit jelent, vagy benned van-e bármi félelem, hogy akkor ők majd hasonló helyzetbe kerülhetnek, beszéltek-e ilyesmiről? Én is odafigyeltem, mert nekem az édesanyám is például rendszeresen járt szűrésekre, tehát átadta gyakorlatilag azzal, hogy ő eljárt, azt, hogy nekem is el kell járni. Ezt látják a lányok is, és ugye, mivel maga a méhnyakrák egy olyan szerencsés helyzetben van, hogy egy megelőzhető rákos megbetegedés, ami elképesztő, ha belegondolunk. És ott van nekünk két eszközünk rá, a HPV elleni védőoltás és a rendszeres szűrések. Hogy született meg a májba virág, vagy hogy lett ebből a betegséggel való megküzdésből, vagy nem küzdésből, annak a túléléséből, elfogadásából egy ilyen misszió, amit azóta is folytat, megfolytatok most már nem is kevesen. Nem volt segítség a beteg úton. Az, hogy számtalan kérdésünk volt, és olyanok, amik lehet, hogy egy szakembernek nem lényeges, akkor azt mondtuk, hogy kell valami, egy szervezet, ami segít a nőknek, és két célja kell legyen. Az egyik az, hogyha már megelőzésről beszélünk, akkor igenis tűzz zászlajára, és menjen a HPV prevenció felé. A másik pedig az, hogy aki érintett nőgyógyászati daganatokban, annak a beteg útját megkönnyítsük, lerövidítsük. És így végül is ugye mi 2012 húsvét környékén fejeződtek be a kezelések, és hivatalosan a Májva Virág Alapítvány 2013. május 30-án. Tényleg nem sokat vártál. Nem. Méhnyakrák szerencsére egyre kevésbé gyakori betegség napjainkban. Nagyon-nagyon sikeresek a jelenlegi méhnyakszűrő programok. Rendszeres méhnyakszűréssel kiszűrhető a daganat megelőző állapot, és még egy nagyon egyszerű kis műtéttel megelőzhető az, hogy a tényleges méhnyakrák kialakuljon.